egészen a középkorig repítette vissza a látogatókat a történelmi bajvívó egyesület Kurdon, akik a község által szervezett falu és gyermeknapra érkeztek a településre. A gyalogos bajvívással, a középkori játékokkal, hajító fegyverekkel ismerkedhettek meg itt a résztvevők. A község lakóit, ki mire büszke, kézműves kiállítás, ivó, főzőverseny, valamint szalámi készítő és kurdi csigasütőverseny várta. A kurdi csiga az, ami megihlette az egész rendezvény kiírását. Tehát a 7 millió éves, a földtani jelentőségű Viviparius kurdensis, ami megtalálható a településünk dombjain. Ez az agyagba ágyazódott csigák. A különlegességük az volt, hogy eleven szülőcsigák voltak. Az elkészített sós és édes pékárok persze igazi csigát nem tartalmaztak, mindössze formájukban hasonlítottak az állatra. Az újdonságokon kívül kakas alakú nyalókák, vattacukor és lufi rengeteg is várta a gyerekeket. Akár csak a közel 70 kilométerre fekvő Bátán. Itt azonban nem csigát, hanem foszlós kalácsot kellett készíteniük a háziasszonyoknak. 2020-ban Bátán rendezik a sárközi lakodalmat, tehát ránk esik, és ebből az alkalomból már előre lakodalmas kalácsütő versenyt rendeztünk, ami nagyon fontos, mert hiszen a bátai lakodalmas kalács az egy fontos kelléke volt régen a lakodalmaknak. A bátai falunapon a nevezőket kalácsütő mesterekké avatták, akik a jövő évi nagy lakodalmon fogják majd irányítani a kalácsütést. A falunapon továbbá díszpolgári és posztumusz díjakat is átadtak, valamint sztárfellépők is helyet kaptak a színpadon. A kétkeréken guruló lóerőké volt a főszerep Szekszárdon. A városban első alkalommal szervezett családi motoros napot a helyi Gemenc Motoros Egyesület. A Street Fighter, a rendőrségi bemutató, valamint gyerekprogramok is várták a helyi sportközponthoz a kilátogatókat. Emellett a motorosok jótékonykodtak is. A Balassa János Kórház gyermekosztályának gyűjtöttünk, mint tombola, mint adomány részbe, úgyhogy egy szép kis összeg összegyűjt, úgyhogy reméljük, hogy meg tudjuk valósítani, amit szeretnének. A Prometheus Park adott otthont a Szekszári Család és Gyermekjóléti Szolgálat családi napjának. A rendezvény keretében rajzversenyt is hirdettek, amire több mint 120 alkotást küldtek be a Szekszárdi és a város környékén élő gyerekek. A szervezők a családi napra elsősorban azt a közel 400 családot várták, akik ügyfélként rendszeresen megfordulnak a szolgáltatónál. Az ügyességi feladatok a hátránnyal élők segítését célozták meg, mondta Tolhácziné Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ igazgatója. Valamiféle példát, mintát mutatni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet egy teljes, komplett családnak egy programon részt venni, milyen programok vannak, hogy ezzel is azt segítsük, hogy a szülő jöjjön, vegyen részt a gyerekével, menjen végig a különböző állomásokon, kezdjenek el pontokat gyűjteni, amiből aztán közösen valamiféle meglepetés zsákba macskát húzhatnak. Tehát, hogy ezek az élmények, ezek minél intenzívebbek legyenek, és minél jobban megéljék ezeket. Akkor körbe megyek. Tolnán sem maradtak program nélkül a családok. A Dunaparton a rendőrség oktató kerékpárjai voltak a legtöbbet használt játékok a helyi nagycsaládosok egyesületének hagyományos családi napján. Ugrálóvároztam, rendőrbicikliztem, futkároztam itt a járdán. A tolnai nagycsaládosok minden évben összejönnek tavasszal a vízparton, a szülők ilyenkor igyekeznek minél több programot megszervezni a gyerekeknek, a játék után pedig hagyományosan ebéddel készültek.